Úgy tudom, hogy dombóvári vagy, Dombóváron laksz, ott tanulsz, és minden nap eljársz Kaposvárra edzésre. Mikor kezdtél focizni? 4 éves koromban kezdtem el a focit, és most kezdtem szeptemberben a 8. évemet, úgymond a foci körében, és hát 2009-ben kezdtem el. Úgy tudom, te vagy a legfiatalabb a csapatban. Igen, ez így van, a többiek 2004-esek. Hát elég nehéz így úgymond kiharcolni a helyemet, de küzdök. Melyik volt a legerősebb csapat, akivel játszottatok ma? Hát a Fradi. A Fradi zölddel játszottunk, meg a csoportunkban volt még a Szexárd fekete. Hányadik helyezést értetek el? Hát így ezzel a meccs, ugye most játszottunk a 3. helyért, és 3. lettünk. Gratulálok, erre az eredményre számítottatok? Hát igen, valahogy így voltunk, de azért szerettünk volna nagyon a döntőbe jutni. Hát a döntőbe jutottatok végül is. Milyen céljaid vannak a focival? Hát az, hogy minél előbb, tehát minél fiatalabban egy nagyon jó csapathoz kerüljek, akár külföldre, és hát focizni szeretnék mindenképpen. Mennyit focizol naponta, hetente? Hát igazából a suliban minden nap, minden szünetben. Heti 4 edzésre járok általában, és ugye hétvégén az NB1-es bajnoki meccs vagy egy teremtorna. Milyennek ítélve, milyen volt ez a Mikulás kupa? Hát nekem nagyon tetszett, már színvonalas, jó csapatok vannak, szép a csarnok, úgyhogy szerintem minden rendben van vele. Ki a példaképed a fociban? Lionel Messi. Szerinted milyen eredményeket érhetsz el a focival? Milyen céljaid vannak benne? Hát, hogy BL-t nyerjek, világbajnok legyek, és hogy a Barcelonába játszhassak. Sok sikert hozzá! Nagyon szépen köszönöm!